Gazdálkodók, állatvédők és környezetvédő aktivisták mindegy 30 traktorral vonultak a CDU székházáról a szövetségi kancellária épületéhez Berlinben. Az Elegünk van elnevezésű tüntetés résztvevői a német kormány agrárpolitikája ellen tiltakoztak, és a járvány miatt Moszkvában is ügyeltek a távolságtartásra, valamint a lábnyom kampány részeként vidékről 10 000 papíron küldték el üzenetüket, amiket kifüggesztettek a kancellária elé. Az egyik szervező arról beszél, hogy a kormány agrárpolitikája az olcsó tömegtermelésen alapul. Túl sok állatot zsúfolnak össze apró istállókba. Az agrárpolitika felülvizsgálatát követeli. A tüntetők petíciót juttattak el a szaktárca vezetőjéhez, amiben a környezet kizsákmányolásának megállítását, a gazdálkodók, termelők támogatását és következetes éghajlatpolitikát várnak el. Julia Klöckner mezőgazdasági miniszter röviden reagált, az igények újra figyelmen kívül hagyják a tényeket.